Megkérem a kedves tanult kollégát és producert, fáradjon be a képbe ide, fogja a kupát. Na most, az eredmény a következőképpen néz ki. 10 nap után, közjegyző jelenlétében, a harmadik helyen. Hát ez egy jó. Jó, ez is, mert nem biztos, mert tuti van. Jó. Jó reggel! Ez nagyon jó volt. Szervusz, Szabolcs! Ezt most találtad ki? Szervusz, igen, sokat gondolkoztam, szavasz. Na, jó, elég. Észrevételeztem, vannak itt ezek a eszközök, ezt mindjárt összeadjuk, ami kellően alkalmas arra, hogy a vesztes csapat egyik tagját, a nyertes csapat természetesen csak finoman, egy ilyen óvatos párcaverés ellása, hogy érezze, hogy egyébként ő mikor a ló hátáról és adagatja hátra a ló fenekére, akkor az milyen érzés, úgyhogy a vesztes csapat egyik tagját úgy döntöttem, hogy a nyertesek közül valaki legalább egy darab rásújtással ellátja. Kölcsönösnek kéne lenni a bizalomnak, az a helyzet. Én nyitok feléd, viszont te nem annyi. Oké, nem rúgtál meg. Aj, hé, na. Egyszer már eljátszott a testvér. Még egyszer nem fogod. És a Michael Jackson imitátor verseny győztese nem Straub Dominik. Hogy ez nem úgy működik, hogy ezt csak így megnyitod, és akkor ez egy ilyen tökéletes sör lesz majd a poharadban, hanem milyen habja van, mennyit töltesz, pont a vonalra, és pont úgy, ahogy kell, úgyhogy most megpróbálom, szóval valószínűleg akkor én nem fogok így részt venni a versenybe. Na, és már elrontottam. Kiengedte teljesen? Nem ér bele sörbe. Bepózoló szakítani. Jézusom, ne fura! Jaj, ne! Nézd ide! Jaj! Jó ég! Ez a mai nap, ez úgy érzem, hogy easy win. Úgy, és még lesz majd egy izénk is. Ez is pontra ment amúgy? Persze, két pont. Két pont, akkor már négy pont. Pont. Elmondom neked, ha ezt a mai napot is nyerjük, és még ma is van egy büntetés. Minek hívják? Nehezítésünk. Úgyhogy, hát sajnos. Sajnos, igazából megint visszakezd jönni a fogatlan bármi csapat a mély bugyrából. Elkezdtünk egy-két fogat növeszteni, az a helyzet. Most röhöghetsz. Hát röhögök is, haver, mert most eljöttél le saját magadtól, és megint belém állt. Nem, itt van, láttad, videóztam, mondom, mondd el a problémádat kamerába ide, hogy mi a problémád. Szabi? Mert látom, na mondjad! Meg fogjuk itt téged inkább hagyni. Akkor is nem meg. Már az első nem napon megütött, nem az első fogom, napon megütött, össze is vesztünk, akkor most de mondjad. De most miért kóstolgat? Érts be az autót! Jézus úristen, ez tényleg rohadt para! Ujj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 
Fel! Ne! Jó, ne! Jó, ne!
Gyerekek! Oké. Én nekünk ilyenkor lett megadva, amikor ekkora tűz volt. Ezt a hülyeség. Megadtam. Nem baj. A harc, hát legyen harc, akkor mostantól itt a csatabárd. Itt a csatabárdotok. Mostantól verseny a verseny. Tehát ez az, amit nem gondoltam volna. Tényleg nem. Tehát ez... Én azt hittem, hogy engem nem tud semmi meglepni már az életbe. Bálint, ezt úgy mondom, hogy tényleg ez a... Ha nem állsz jól rajta, ha nem dőlsz jó helyet, olyan kanyarok voltak meg, tehát úgy mentél, nem, hogy mész fölfele és egyből a szakadék. Semmi, jobb oldalt semmi nincs. Elérkeztünk az utolsó naphoz, az utolsó versenyfeladatok előtt állunk, és gondoltam előtt összefoglalhatnánk, hogy szerintetek, hogy milyen volt az elmúlt 9 nap, hogy érzitek a versenyzést, és mit gondoltok, hogy van esélyetek nyerni. Ugye ti vezettek most 36 ponttal, utánátok Bencék 35-tel és 36 Timiék. Ma 3 feladat lesz, 3 különböző, és mindegyik helyezéspontot fog érni. Úgyhogy ez alapján mi van vélemény az eddigiekről, és mit számítotok a jövőre? Easy win. Szerinted mi fog történni? Szerintem Paja be a helyet, te mondd el, hogy mi. Én azt mondom, hogy képzeljünk egy valamit. Egy jó. Ilyen víziót. Jó. Mondjuk Eurovízió. Aha. És jövünk a háttérből, és azt mondjuk, hogy a 10. napnál már nagyon fáradtak vagyunk. És megjön a Majka, és azt mondja, haver. Figyelj, tesó. Ez simán menni fog nektek, srácok. Simán menni fog. Én azt mondom, bár nagyon fáradtak vagyunk, de erre a napra még össze kell magunkat szedni, mert holnap megyünk haza, és már nagyon várjuk egyébként, hogy ne kelljen a hülye fejedet hallgatnom minden reggel ébredésnél. Ezzel nyugodj meg, Szabolcs, én is így vagyok. De én keltelek reggelente, szóval ez össze-vissza, de szerintem jók leszünk, nem? Hát most egyébként Bencéktől kell csak tartani. Szerintem a Bence vezet a legjobban talán a társaságban. Nem tudom, Patriktól azért nem tartok, mert... Egyik se tud vezetni. De lehet, hogy a lelkesedése nagy lesz, és nyilgázon fog közlekedni, pont ezért, úgyhogy... Az is igaz. Viszont az még talán nem annyira gáz, hogyha Patriék nyernek, és mi vagyunk a másodikak, viszont kétlem, hogy Bence lesznek az utolsók, úgyhogy... Yeah. És de azért élveztétek az eddig elmúlt 9 napot, nem? Persze. Tehát, hogy azért volt itt minden. Nyilván. Csak elfáradtunk, azért azt valljuk be, nem? Azért... Yeah. Na jó, azért ígyetek meg egy kávét, vagy egy teát, és akkor találkozunk kint a bagiknál, jó? Yeah. Na, bementem az ABC-be, és megkérdeztem, hogy that's what's up, és idézem, majd megyek erről a kocsival, itten megfordulnak, és jobbra lesz egy híd, és nem sírülnek sem erre, hanem egyenesen kell menni, ezt mondtam. Mit csinálnak? Nem sírülünk sem erre. De azt jelenti, hogy nem fordulunk nem sem fordul, erre. Ne sírüljünk sem erre, itten forduljunk meg, azt mondták, hogy... Nem is csipkeverés, hanem botókeverés, hallott? Ha. Atya úristen. Bárhogy dobhatom, tök mindegy. Emberi erővel, na! De bárhogy! Igen! Hú, basszus! Nem félsz? Éppen, én félek egy picit, hogy őszinte legyek. Nem van sebességbe, biztos? Jó, sebességben van már. Nem tudom, meddig engedhetem. Engedj! De jó ég! Ha leesek, indexkép mehet. Óvatosan. Hú, fent vagyok, nézd meg! Jól működik egyébként. Jó? Akkor köszönöm szépen, le is szállni. Méz. De ezt tényleg szeretem. Szeretném a mézet. Tuti nem kapva az egész gyerekkorunk. Mi a harmadik, amit szerethet a medve? Hát bármi. Szamóca. Fiatal ember, álljon meg, papírok. Jogosítvány forga. Álljon meg, fiatal ember, álljon meg. Jogosítvány forga, mit szeretnék kérni? Őszinte leszek, nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, hogy hogyan töltöttem ki a papírokat. Oh! Maga hal. Álljunk össze, Szabjékán, és kaptok egy pontot. Jó. Sorozzuk Szabjékat, mi egymást ne lőjük, jó? Timinek is mondd meg, Timi, Rebeka, én, te. Az ott Rebeka? Összeálltuk, igen. Na most félek, egy van, filmezzétek, mert lehet be. Azt a mindenit! Menjünk, hát Max, mi lesz? Hát... Futás, futás! Mi van? Gyorsan, futás! Gyerek! Hopp! 25! Sziasztok, gyerek!
Mindenki be a hátamba! Szállok! Mert vagytok? Mindenki ott van? Gyere, gyere, Rebecca! I am the biggest fan! Mehet? Hogy érzitek, Bence, ugye te hívtad az egész társaságot ide, erre a túrázásra, és egyébként szinte végig ti vezettetek, most egy ponttal vagytok csak lemaradva. Hogy érzitek az elmúlt 9 napot? Nem kérdezed meg, mi volt tegnap este? Amúgy nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen egyébként, hogy megkérdezted, Bálint. A mai napot én nagyon vártam, tegnap este Rebekával nagyon nagy taktikázásokban voltunk, és hát arra jutottunk, hogy elég nagy szégyen, hogyha nem mi nyerünk, mert csak mi vagyunk az a csapat, akiből mind a két fél vezet napi szinten. Igen, mert az ugye egy dolog, hogy van itt több embernek jogsia, viszont mi azért egy jó pár száz kilométert, hanem ezret már levezettünk, úgyhogy... Hát igen, bízunk magunkban. És nem vezetni nálatok te fogsz, ugye, mert most a bágis feladat az utolsó, de ott akkor te fogsz vezetni, ugye? Sajnálom, hogy nem mind a ketten vezetünk, és összeadódik valahogy az eredmény, de, miért nem így van? De ha választani kell, akkor nyilván átadom neki. Hát ezt majd azt gondolom, hogy ezt itt családon belül megcsináljátok, nem, mert az opció adott, hiszen 3 darab feladat vár még rátok, ugye itt az utolsó nap. A pontverseny ugye 36, 35 és 30, tehát hogy nagyon komoly fordítások lehetnek. Én szerintem beszéltek meg nyugodtan. Igen, egyébként ezt csak így elmondom a kamerából, hogy lehet, hogy változni fognak itt még a dolgok, hogy egy csapatból egy ember vezete, vagy mind a két ember vezet, mert én úgy gondolom, úgy korrekt, hogyha mindenkinek esélyt adunk. Szerintem te is így gondolod. Ez így van, igen, az esély egyenlőség. Így kell változtatni a dolgokon, srácok, amúgy te vagy a legjobb Bálint. Utána kis dicséret. Szóval remélem, hogy nyerni fogunk, nagyon jól telt ez a 9 nap idáig, a 10. és a mai nap is jól lesz, reméljük, hogy senki nem sérül meg, és hát akkor utána vissza Erdélybe, és Magyarországra. Kicsit, látjátok, már fáradt vagyok. Te meg a kedvenc, az elmúlt 9 napból kedvenc feladat, még ezt gyorsan megkérdezem. Jó. Nem tudom igazából, a paintballt nagyon adtam. Hát igen, azt mondjuk szét is lőttél. Engem nem kérdezel meg? Na nem, mert nem csak az... Nekem a chipkeverés volt a kedvencem, aki még emlékszik rá. Na jól van, akkor sok siker nektek az utolsó napon, mert ez a kupát lehet, hogy nyeritek meg. Dracula az egy vámpír volt, de annak van egy... Vámpírok nincsenek. Hol van? Akkor mondjad, hol van? Meg tudom, mindjárt mondom, hol? Pillanat. Egy pillanat. Romániába, Kárpát-medence, nem mondod. Maros megye, de jó. Igen, fárasztó botfő. Ti tanultatok Petőfi Sándorról egyáltalán? Igen. Tudod ki az? Tudom ki az. Jó, és mi volt az utolsó verse? Igen. Hello! Hallod ezt? Hallom. Mit csináljak? Próbálnék, ne nézzem. Ne nézzem? Hát, hogy csak legyen felvétel. Ne nézzem? Megfogom. Látod, hogy megy? Nézd! Vigyázzál, édesem! Ne haragudj! Jaj, mit csináljak? Nézd! A hátra nézed, hogy... Kávét baltéldet, az összeszötted. Azért a mai naphoz az izlandi lovak az úgy érezted, hogy megörvendezteted ezzel a szettel? Úgy éreztem, hogy itt nem lesz lejjebb, úgyhogy mindent dövetettem a melegségem. Figyelj, szerintem az erdélyi fiúk meg fognak őrülni, hogyha ebben meglátnak. Hát még egy izlandi ló hátra, de tudom, hogy az izlandi ló egyébként milyen? Olyan, mint a kutyában a tacsi, nem? Nyugodtan, úgy. Ez az. Fordulatosan, óvatosan. Ó, emel a kis láb. Na ez a festés. Ostor ez a láb, azt kell mondjam. Ostor ez a láb. Közben beszélhetsz, nem baj. Jó, csak koncentrálok egyébként. És akkor? Mert én idáig még lovon nem ültem, csak rossz motoron. Megyünk, most megnézzük a medvéket úgy, hogy itt lesz közelből. Kigyerünk! Ne, ez jó, ugye? Gyerünk, tartsad! Azaz. Jó, szerintem egy 5 másodperc múlva. Crossfit ügyileg én egyre helyesnek tartom. Bence egyre több pénzt kap, tehát csinálj, a hozban lejnél jársz. Hoppa, egy kicsit nagyon mennyiségben is. Azt a mindenit! Gyerünk, hopp! 3, 2, 1, hopp! Dominik, igyad! Gyere! Dominik! Hát Dominik, igyad! És a szét durra
Még egy föl! Jól vagy? Mit találtál? Mondom, kire nézem? Gombát keresettem. Félek, hogy elég az asztalon, de mindent meg kell lenni. Viszont itt az ezerrel gyerünk. Nehogy nem. Mindjárt meg vagy! Jó, Habci! Habci! Ó, de szia! Ham? Nem. Engedjük már ki, vagy engedjetek be! Segítettél? Ott voltál, mint csapattárs? Videóztalak, mert odaadtad a telefonodat videóznak. Akkor mit tudnék tudni, hogyha videóztál? Videóztalak és felborulsz a kutyás szánnal, hát... Most hova mész? Maradjál itt, hozzuk tovább! Timi! Szóval így az utolsó naphoz elérkeztünk, és Timikém itt picit átrendezte az életterepet. Nálatok nyugtass meg, hogy nem te fogsz így vezetni. De remélem nem. Hát kettőnk közül, hogyha versenybe kell vezetni, akkor én fogok, mert én annyival előrébb vagyok, hogy van jogsim. Aha, és azért vezettél néha szoktam vezetni. Na. Offroadoztál. Szóval tehát az elmúlt 9 nap után szerencsére a 10. napon ismét tudnak csapaton belül feszültségek lenni. Milyen volt az elmúlt 9 nap ennek tükrében akkor? Hosszú. Hát, én az első nap második órájában rájöttem, hogy ez lehet nem lesz olyan gördülékeny. Második napon már az idegrendszerem eltemetődött, és azóta csak ez. Patrik? Nálam is ugyanígy van, és... Nem is tudom, hogy miért nem azt választottam, hogy külön szobában mind a ketten, és... Ezt én sem értem. Ég és föld vagyunk, és nem elég, hogy egy csapatban, de még egy szobában is vagyunk. De szóval mi már egymást késen szurkáljuk éjszaka. Viszont ez a tiétek lehet ez a megdermedve kupa, hogyha ma ügyesen csináltok mindent. Ugye ti vagytok 30 ponttal jelenleg az utolsók, 36-tal Szabiék vezetnek, 35-tel utánuk Bencék, de ma 3 feladat lesz, és mind a 3 feladatodnak mindegyik eredményét fogjuk pontozni, úgyhogy itt ezek komolyat lehet fordítani. Javaslom, taktikázatok, gondolkozatok, de tőleg is megkezdem, mi volt egyébként a legjobb jelenleg az elmúlt 9 napban, amire azt mondhatjátok így verseny szempontból. Hát verseny szempontból igazából semmi, de... Hát figyelj, azért nyertünk a programok, vagy versenyeket. Véletlenül. Na de melyik maradt meg? A legjobb azt mondom, a tegnapi volt. A hószánozás. Aha, neked? Nekem is a hószánozás. Viszont én megbeszéltem a Patrikkal az első nap, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem mi fogunk nyerni, mert mindenki már régóta ismeri egymást, mindenki már összhangban van, mi meg azért itt tényleg így villámcsapásként minden, tudunk egymás mellé. Minden, ez volt igazából a lény. És hogy nem fog tudni ugye így dolgozni, mint a többiek. Ezért mondtam, hogy nyugi, ne aggódj, ne küzdj vérrel ezért a kupáját, hazamegyünk, bemegyünk a West Endbe, és gravíroztatunk egy ugyanilyet magunknak. Szóval így tehát az elmúlt 9 nap, és most itt van a 10. Sok sikert nektek a feladatokhoz, hát ha nyerhettek és hazavihetek a kupát, úgyhogy nyomjátok. Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve kupa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Eléggé szarú ez, úgyhogy nem baj, én inkább szálljunk ki. Hát. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, elérkeztünk a legutolsó naphoz, még bárki nyerhet, Bálintommal megérkeztünk. Hogy vezetek, Bálint? Hát pont úgy, mint egy gyerek. Köszönöm Siheder szépen. Módon, gyorsan és rendezetlenül. És hát, hogy miért érkeztünk egy ilyen szuper járgánnyal? Azért, mert a tegnapi napon hószánoztunk, és a mai nap bagizni fogunk. Méghozzá terepbagizni fogunk, elérkeztünk az utolsó naphoz, a pontverseny még nem dölt el. Ma 3 feladat lesz, úgyhogy bármi megtörténhet, és ma ezt a kupát, a megdermedve kupát valamelyik csapat megnyeri, megcsavarjuk még a végét. Tartsatok velünk! Sziasztok! Szóval, két kollégaim mögöttem a hozzáértők, akik minket vendégül láttak és elvisztek túrázni. Uraim, mit kell tudnunk arról, hol vagyunk, mit csinálunk és mi fog történni? Nagy szeretettel üdvözlöm versenyzőinket az első TAP Racing által szervezett Rally Raid versenyen, ami Székelyudvarhelyi centrummal kerül megrendezésre. Innen fogunk indulni. A Jézus szíve kilátónál lesz vége. Fel szeretném hívni a versenyzőink figyelmét, hogy maradéktalanul tartsák be a biztonsági szabályokat is a versenyen.
Az itineretek hátuljában található egy tábla, bárkinek bármilyen problémája van a verseny folyamatán. Reméljük, hogy ezt a táblát nem fogjuk látni. Ez az űrből is látszik. Ha bármilyen technikai problémátok van, akkor ezzel az oké táblával tudjátok jelezni a többi versenyzőnek, hogy rendben vantok, nem kell segítséget nyújtsanak, tovább tudnak menni a versenyen. Ha bárki megsérül, akkor viszont a versenyzőknek kötelező megállni a bajba jutott versenyzőtársukon segíteni. Figyeljetek oda, nehéz részek is vannak a pályán, leszakadt hideg, patak, mély vízmosások, úgyhogy hajrá! Küldjétek meg! Jó, a gépek akkor bírni fogják, hozzád is fordulok. A gépek azok bírni fogják, fel vannak készítve. Ma elég sáros és havas lesz a track. Lesznek patakos átkelések, ha nem akartok lefürödni, akkor csak szép lassan megyünk át. Ha akar mindenki tusolni, akkor jó nagy gázra bele kell azért tolni. Jöjjön be egy kis víz, ébredjetek fel. Ennyi a lényeg, Jézus szíve kilátónál lesz a finish. A versenydirektor úr ott fog várni mindenkit. Én a pályán leszek, én vagyok a track manager. Folyamatosan követlek titeket, lássuk, hogyha valami probléma van, akkor nekem nyugodtan szólhattok. Úgyhogy ne vegyétek el a gázt, és ennyi. Szóval a Jézus szíve kilátónál pedig mi el fogjuk mondani, hogy ki nyerte az egész versenyt, hogy lássuk, hogy néz ki az utolsó nap. Tetszik? Nagyon tetszik. Yeah. Szénné adod ma? Szénné adom. Úgy szétmegyek vele, hogy rúgjátok. Mennyibe szét kerül ez az X3-as? Hát ez olyan 23.000 euró. Akkor a mérsékelten fogom szétadni. Mérsékelten ad meg. Oké. Okay. Jó. Úgyhogy majd mindenki kap két darabot és a saját autójára fel kell húzza. Jó? Jó. És akkor menjünk át a versenydirektorhoz, Szabó Gergőhöz. Szeretném egy kicsit bemutatni nektek a technikát, bár nem ezzel fogtok versenyezni. Aztán majd beszélünk magáról a versenyről is, mert ez a felkonfesz hirtelen ért most Jaxi kollégától. Beledobott a mély vízbe azonnal. Így, igaz. Amit tudni kell a gépekről, ezt elsősorban a pilótáknak mondom. Gyakorlatilag ugyanaz a technika van mindegyikben. Teljesen automata, van rajta egy rövid, egy hosszú sebesség, gázfék, gyakorlatilag nagy rutin nem kell hozzá, de, csak de ez majd a versenyen, majd kiderül, igen, jobb láb a gázon, bal láb pedig a jobbon, ezt tudom tanácsolni így a versenyre. Szóval közben mindenki figyelje, légy szíves, hogy mi történik itt, látjátok melyiket, ezt azért majd mondj közben, hogy mire kell figyelni. Jó. Ugye spéciben ez, hogy gyorsan kell csinálni, akkor nem fogosgatod. Világos. Nyilván célszerű, hogyha ezt csapat munkában csinálják, és akkor lesz jó az idő. Jó, tehát annyi... a lényeg azon van mindig, hogyha ezzel próbálod meg fejrakni, nem fogod tudni. Szóval, hogyha van egy légkulcs vagy valami, megint a menetet meg el tudja rontani. Tehát akkor el kell találni. Az a legbiztosabb, hogyha kézzel egyszer fejraktad, utána pedig simán a szeretettel. Te kezdesz. Kőpapírolóban eldöntötték a srácok, hogy ki kezdi, Szabiék kezdenek, készen álltok? Yes, sir! 3, 2, 1, start! Elindultak! Hagyd fogod azt a kerek! Na, gyere! Hosszabb már! Gyere! Figyelj! Várjanak fel! Menjél! Gyere! Na, valaki! Na most legyen nagy a szád, így férjed a hondán, és gyere! Akasz ma a fés! Ez az oldala! Forma 1-ben már 4-et kicseréltek volna! Uha! Figyeld az illesztés! Jó, pacsiálj! Nem fordít valamit, hogy te van a kerék! Nincs ez! Nem, találjál, rendben le! Csak a víz fel a drácsokba! Figyelj, ne hagyd magad befolyásolni! Nézzétek meg, és ezek családilag tényleg össze dolgoznak, betoljunk! Hova? Csint oda a Dezső mencekezét! Gyerünk! Igazán azért ne essen le vissza a kerék! Arra figyeljetek oda! De miért nem megy rá? Fúrok ez a tárcs! Forró a tárcsa? Nem forró! Az agyad forró! Sizítsen! Bence, ne izguld el, légy szíves! Gyerünk! Ezzel nem fogsz megviszni, rendesen lehet ráadtam. Figyeljetek, el... ez 25 ezer euró. Már nem volt tök. Aha. Hát igen, valóban a Forma 1-ben már egy kicsit gyorsan. Jó? Jó. Oké. Figyeljetek, hogy csapatba nyomjátok. Fekete vonalja jelzi a izi csavarom, hogy már melyik irányba kell tekerni. Ennyi állapságot összehozni, nem tudom, hogy hogy sikerült. Hol most azt a kulcsot te? Az az, gyerünk körökön. Gyere, fogja a csövet, gyönyörű! Azért jól menj rá! Szólj, ha megvagy! Várjál! Meg kell szolgatni ezt! Mindjárt!
Kettő. Ez az 1 óra 6 perc, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, pörgess, 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 majd magadnak barna. Gyerünk a szerkezet, forgass! Erre? Barna, még várjál. Majd szólj. Gyerünk, 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 ezt mondtam. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Szólj, ha megvan, utolsó. Gyergetett ki a bulettet, nagyon jó. Ennyi, ez az. Azaz, Dominik, nyomjad, 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 nyomjad! Emelőre figyelj, arra fordítod! Látok ez! Gyönyörű! Köszönöm szépen! Felmatricázzuk a kocsikat, az első feladat kész, én tudom az összes időt, ők nem tudják, hopp, ez egy fej volt, úgyhogy gyerünk a maradék két feladatra, beülünk és indulás. És akkor fel fognak kerülni a versenylogók. Mindenki kap egy szép Brodapestes logót. Babám! Ez a legerősebb, nem? Bence, tiéd lesz ez a szerkezet. Igen. Már 5 lóerő plusz, hogy felrakom ezt a lehúzós neked. Hát igen, azt tudjuk olyannyi. Úgyhogy csak csinyál a gázzal, nem veszed el a gáz. Jó, ez a legjobb a versenyző buggy közül? Ez a legjobb autónk igazából. Ez egy 165 lóerős versenyautó, belülről olyan, mint egy űrjármű. Ez egy hány kiló összesen? Hát ez egy olyan 185 kiló. 160 lóerőre? Úgyhogy ez csinálgassa a dolgát, úgyhogy kell nagyon fenyegetned a kormánynál. Ami nagyon fontos, hogy vigyázz a saját magad és az utasod épségére. És a lényeg, hogy befejezd a versenyt. A verseny akkor jár le, mikor leintenek, nem a verseny elején. Jó, értem. Úgyhogy ezek a jó tanácsokat tudom mondani neked. Szuper. Egy liter tejet tessék, két liter tejet tessék, 400-500 forint. Na, megjött a teljes ember. Abban nézd a másikat, a két hentes összevesz. Ezt láttátok? Oh. Pereg a kaja. Pereg, pereg. Jó? Mekkora a fejed? Hát jó, nagy fejű. XL-es vagy? XL-es vagyok. Akkor kapsz egy rikittós isakot, hogy világítson az agyat. Megismerjön. Tudjuk, hogy ez te vagy. Na, én akkor szerintem... Ezt a kulcsot itt hagyhatom valahol? Milyen kulcs? A kocsim kulcsa. Azt igen. Jó, jó, jó napot! Jól érzed magad? Itt vagyok. Mi? Maga is itt van, maga? Maga. Maga megint a maga. I say no. Maga Siritti máma? Siritti máma. Na sirítsed. Na lesze. Úgy beléhúzom a sisakot a fejedbe, fiam. Snidig legény vagyok, na. Ebben is tudsz te szorosan kapaszkodni, hogy a borultok, akkor te a kormány nem engeded el, jó? Jó? És az a lényeg, szépen folyamatosan nyomod a gáz. Kesztyűd van? Van. Gyönyörű lesz a helyzet az űr járművel. Ez egy űrállomány. Legelső dolog, felveszed a hátadra a gépet. Olyan, mint egy táska. Másik felől is van. Azaz. És a zövet alul egyszer az alsó. Na szóval. Magyarázom a szerkezetet, jó? Ez a kormány, ez egy drágább típus, jobbra és balra is forgatható, jó? Igen. Ezt így fogod. 4x4-be kapcsoltam a járművet, ebből nem kapcsoljátok ki, ennyi a történet. Ez a nitro, gondolom ki. Az a nitro, az a rakéta, megint a rakétát tudsz kilőni. Jó, hol van a seggem alatt, jó ég! Jaj, mekkora probléma! Nagyon ideg! Jó, neked az a lényeg, hogy háborogtuk már az autót most. Igen? És ebből te nem kell többet kivetni, jó? Soha? Csak állítod meg a stop gombbal, és indításnál rátaposol a fékre. Bébecsre se kell rakjam? Automata autót vezettél? Automatán van. Start gombot nyomsz. Többet nem kell, azért. Ha megállunk valahol fent Jézusnál, vagy itt ott, ha szállsz ki az autóba, akkor elényomod félbe. Értettem. Ha indulunk el, akkor mikor tennéd H-ba, egyszer hátrahúzod a H mögé egy picit, hogy vegye be a sebességet, és utána vissza. Értettem. Van egy ilyen kicsi érintkezési hibánk, jó? Jó. Tehát azért nem hinném, nem olyan, mint az autó, azt elmondanám.
de harap rendesen, tehát kíváncsi leszek, hogy kivék, hogy fogják vezetni, mert kellett egy-két percet várni, hogy ide érjenek. Csak ne boruljon fel senki, engem több nem érdekel, az sem van, ha nem nyerünk, csak ne sérüljön meg senki. Nagyon jó, minden? Minden oké. Már alig várom, hogy én vezessek. Kicsit már sárosak vagyunk. Lassan cserélünk egyet, de nagyon jó egyik. Benne van ez a buliba. Srácok, fel vagytok készülve az első futam indul. Totálisan. Totál. Úgyhogy nagyon figyelünk, csúszik. Figyelsz. Hopp. Olyan, mikor megy. 4, 3, 2, 1, stop. Na srácok, megérkeztünk az ügyességi szakaszhoz. Igen? Itt az ügyességetekre vagyunk kíváncsiak, jó? Az a lényeg, kialakítottam egy kis pályát, mindjárt be fogom mutatni. Lesz egy picit gyorsabb szakasz, lesz egy 8-as benne, amit meg kell csinálni. El kell menni két bokor és egy fa között, nagyon ügyesen. Ezt meg kell csinálni egyszer bemelegítésképpen, és utána másikot mérjük időre, jó? Az a lényeg, hogy... Minél gyorsabban teljesítsétek, de a biztonságos kereteken belül, jó? Ez a lényeg. Úgyhogy indulok el és megmutatom, mindenki jól figyeljen. Az a probléma, hogy itt hallottuk a dolgokat, és arra a következtetésre jutottunk, hogy nekünk is van egy nehezítésünk, mivel a tegnapi napot mi nyertük. Igen? És mi ezt felhasználjuk. Jó. Ellenünk csak női sofőr van most. Ne! De ne csináld ezt, hogy mondtam, hogy nem akarok beülni mellé, szóval gyorsan. Te vagy a sofőr. De te vezet! De ezt mondom, hogy nem akartam beülni, sem na, hát, is. Ez a nehezítés. Hát nyilván nem olyan a nehezítés, amit szeretnél, az miért lenne a nehezítés? A izébe vagyunk, a fináléba. Itt nincs izé. Itt meg fognak maradni, mert nem fogják vállalni. Én nem. De ne menj gyorsan, tehát nem értem a problémát. Hát akkor nem vállaljátok. A Rebeka biztos vállalja, mert jó sofőr. Ah, köszönöm. Igen, viszont a Rebeka még nem vezetett ilyet. Na, akkor gyakorlás. Én sem vezettem ilyet. Mi vezette, akkor ugyanonnan indulva. Sajnos. Senki nem állj. Sajnos. Na és akkor bemutatom a pályát, mindenki figyel, utána ezt csak le kell utánozni, és ennyi, jó? Jövök mindjárt. Ínye. Harapós lesz. Aha. Na szívem, menni fog? Persze, még szép. Vegye meg a 8.
Na, mit érzel, Dominik? Hát ez, ez jól fog menni. Meg tudtad jegyezni egyáltalán a pályát? Meg. Szabi az amúgy jó ilyenben, ilyen driftelgetésben, úgyhogy bízok benne. Bár, sikerült, jó van. Oké. Ráedzettél már le. Figyelj, amikor kamionon kell kereket cserélni úgy, hogy 6 ló fent van, az nem buli, és nem egyszer csináltam. Miért? Ki lovazik? Én. Tényleg? Aha. Kicsimmel eljöttünk Erdélybe, nem tudtuk mire vállalkoztunk. Túl vagyunk 10 napon Bálint. Megtörtént a 10. nap, lementek a versenyek, ugye ma 3 verseny van ebből, ugye 2-n már túl vagyunk. Az egyik az lent egy kerékcsere volt, a másik pedig itt fönt egy 8-as pálya, amit le kellett nyomnia az embereknek és a csapatoknak. Viszont van hátra egy 3. feladat. Így van. A 3. feladat az az, hogy ezt az elmúlt 10 nap élményét és azt, amit Erdélytől kaptatok, azt vigyétek haza magatokkal, és vigyétek hírét annak, hogy milyen itt. És mit kaptunk, jó? És a nyertes 9 pontot kap ugyanúgy? És a nyertes nem kap 9 pontot, csak azt az élményt, hogy itt lehetett 10 napon át, úgyhogy majd gyertek vissza, hogyha tehetitek. És akkor elérkeztünk az eredmény hirdetéshez. Azt még egyébként hadd köszönjem meg Bálint, hogy a kabátodat tönkre tehettem. Igazán nincs mit. Köszönöm, hogy nem a sajátomat. Ez a kedvenc kabátja egyébként. Igen. Igen, ez a kis Forever Living kabát. Ez a kis bobajáró. Igen. Na Bence, kérlek, foglald el a kedves csapattársad mellette is a helyedet, jó. Vagy Rebeka. És megkérem a kedves tanult kollégát és producert, fáradjon be a képbe ide, fogja a kupát. Na most, az eredmény a következőképpen néz ki. 10 nap után, közjegyző jelenlétében, a 3. helyen 39 ponttal az Életlen Bicska csapata, azaz Timi és Patrik. Szép volt gyerekek, szép volt, gratulálunk! Hátulról elsők, így van. Gratulálunk nektek, és ne felejtsük el, hogy ti most először kerültetek össze egy csapatba. A 10 nap végére. És megélesedett az a késod. Hát. És akkor? Esküszöm, izgulok, mondd már ki! Amire mindenki várt, a 2. helyen a sas tojás Rebekáik első kutatlanán pirtaniékkal! Jó volt! Kérem szépen a díjat! Virkoltak rólad! Oda! Küldessük meg! Jó volt az én a... Kérem a... Ügyesek vagyok! Gyertek! Srácok!
Adi, gyere mindenki! Adi, de! Bence, gyere ide! Gyertek ide mindannyian, még egyszer! Szerintem ez egy külön díjas történet volt a mai verseny a 8-asoknál itt. Ott a életlen bicska csapata volt az utolsó, viszont az első-második hely között nem egész egy másodperc volt. Ne! Micsoda? 1-4. Szeretném elmondani, hogy aki megnyerte ezt, az Rebek volt! Ez 1-40-nel, Rebeka! Sabi, lenyomod egy csaj! Egy csaj nyomod le! Szép volt! Én tudtam! A pilótája, Rebeka! Ez a! Szép volt! Köszönöm! Bence! Hát, hogyha ezt tudom, nem hívlak meg titeket! Köszönjük szépen, hogy elhívtál minket, minden csapatot ide kérek szépen, mindenki nyertes az elmúlt 10 nap játéka után! Ez a Megdervedve Kupa 2020 Brodapest Erdélyi Kaland. Itt ér véget, találkozunk a következő részekbe. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!